Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban a FIFA 19 beta verziójáról lesz szó. Ugye sokan tudjátok már, hogy egy pár nappal ezelőtt az IE kiküldte a beta kulcsokat random játékosoknak, amelyet idén ismét nagy valószínűséggel csak olyan emberek kaptak, akik vagy Angliában, vagy pedig Amerikában élő ő, emberekről beszélünk. Srácok, én Twitteren gyakorlatilag elolvastam körülbelül olyan 100-200 darab posztot, nézegettem különböző videókat, hogy mit gondolnak a játékról, és gyakorlatilag a communitynek, akik próbálták a bétát, szerintem olyan 20% az, aki azt mondta, hogy ennek a játéknak úgymond van bármilyen újdonsága, vagy esetlegesen ez egy használható játék. Előre lesz szeretném szögezni, hogy ez nem az én véleményem, tehát senki ne engem szidjon esetlegesen a komment szekcióban, hogy most én mit gondolok a játékról. Ezek mások által ő, kimondott dolgok, tehát nem olyan jóska lófasz gyerekektől szedtem egyébként, akiknek 500 követőjük van, hanem különböző, mit tudom én, 30, 40, 50 től 100 ezer követővel rendelkező emberektől szedtem ezen információkat. Na de akkor vágjunk is bele az el, első dolog az Ultimate Teamre vonatkozik, hogy a Squad Battles benne lesz a játékban. Ugyanaz maradt igazából minden, ami tavaly volt, a Rivartól kezdve minden tényleg ugyanaz. Elég valószínű, hogy hétvégente is játszani kell a Squad Battles, de ez majd az teljes játékban fog igazából eldőlni. A transfer listán, hogyha az analógot használjuk, ahogy idáig tettük, tudjátok, arról beszélni, hogy mennyi szerződés van mondjuk egy játékoson, most már mutatni fogja ott is, hogy hány csillagos cselező, hány csillagos uh <laughs> gyengébbik lába van, és egyéb információkat is mutatni fog majd a kártyán. A mérkőzés végén a hosszabbítás ideje ugyanúgy fog számlálódni, vagy értitek, hogy miről beszélek, mint a FIFA 18 World Cup játékmódban ugye már ez be ezzel elkerülve azt a dolgot, hogy azt higgyük, hogy a gép csalni próbál. A chemistry style -ok új ikonokat kaptak, a játékban elérhető lesz egyébként a német harmadik liga is, bár ezt szerintem senkit nem érdekel, csak azért gondoltam, meg mert gyakorlatilag csak negatív dolog jött ezzel kapcsolatosan a különböző oldalakon, úgyhogy gondoltam, megemlítem, hogy azért valami jó csak van a játékban. A bétában elég érdekes dolgokat láthatunk egyébként, ugyanis Ibrahimovic, Marcelo, a Korona, a Kutinyó, illetve azt hiszem még van egy jó pár olyan játékos, aki 5 csillagos őcselezést kapott, azonban ugye a Dembelének levették 4 csillagosra. A profi klub játékosok, azok viszont elképesztően kiakadtak a játékra. Több olyan videó is felkerült, ahol külföldi profi klub játékosok közlik az ie vel hogy ezt a videót nézzék meg, mert ők nem fognak áttérni a FIFA 19-re, ugyanis a profi klub játék módban szó szerint semmi nem változott, és egy az egyben a FIFA 18-at kapod meg. Sem hajviselet, tetoválás, vagy tényleg bármi, még a faszőr méretét sem tudod állítani egy bizonyos karakteren, tehát szó szerint semmit nem változtattak idén a játékon. Elképesztő egyébként, de egy év nem volt elég az ilyének, hogy bármit is bevezessen, és ami a legröhelyesebb a játékban, hogy még a bétában is benne van ugyanaz a 99-es player glitch, ami idáig benne volt, az összes ö, eddigi profiklubos FIFA-ban. Nyilván ez a dolog csak a béta változat ö, hibájának tudható be, de azért gondolom, hogy ha már nem egy, nem kettő ember panaszkodott erre, akkor gondolom, hogy lehet valami igazság a dologban, ahogyan abban is, hogy a Division Rivals-ben voltak olyan játékosok, akik négy győzelem és egy döntetlen után sem kapták meg az új szintet, ami azért elég idegölő lehet tényleg, hogyha a teljes játékban is elérhető lesz ez a bug, mert, mert most gondoljatok bele, hogy valaki megnyer mondjuk négy darab mérkőzést, meg van mondjuk egy döntetlene, ugye nem tud több mérkőzést játszani, viszont nem adja meg neki a pontot a játék, és ezáltal nem tud tudja magát úgymond kvalifikálni a Weekend League-re. ez egyébként ki lesz javítva, mert ez egyébként nagyon-nagyon irritáló lenne a játékban. A következő dolog, amit még nagyon-nagyon szittak az emberek, az nem más, mint a labdavezetés. Egyszerűen a játékosok mozgásai ugyanúgy hasonlítanak, mint hogyha mondjuk egy peses játékmenettet vennénk alapul, ami azt eredményezi, hogy egy Ronaldóval is úgy lehet driblingelni a pályán, mintha egy 60-as játékos lenne, és szinte képtelenség szóló gólokat rúgni. Viszont ezzel kapcsolatosan azért megemlíteném, hogy a bétában olyan irreális gólok történtek, hogy az valami elképesztő. Tehát vannak erről különböző videók, hogy például a srác 1v1-ben nem tud gólt rúgni, de 30 méternél felpasszolja a labdát Ronaldónak, aki külsővel felpörgeti a labdát, és úgy beveri a felsőbe, hogy az valami őrület, mert a játék úgy érzékeli olyankor, amikor felpörgetett labda van, hogy tökéletes ütemben, tökéletes pozícióban találja el a labdát, és szinte minden egyes ilyen felpörgetett labda, ami ez az új skill moves, tudjátok, amit mit tudom én, Neymar is csinált a izé videóba, a trailerbe, meg ilyesmi, szinte a felpörgetett labda Utánvaló lövés olyan szinten bagos, hogy az valami elmondhatatlan. Aztán, amiről még ö, érdemes igazából ö, szót ejteni, az az, hogy gyakorlatilag sok olyan videó került a napvilágra, hogy sokszor ilyen 5-7 alkalommal is elveszi a labdát a gyerek az ellenféltől, de az folyamatosan visszapatta hozzá, ami egyébként nem meglepő, mert a 18-ban is ugyanez volt a probléma, hogy gyakorlatilag a pályán flipperezés történt, hogy na most mit tudom én hulittal leszerelem a játékos, de nem lesz nála a labda, mert valamilyen úton módon a first tehát az első labdaérintése annak a játékosnak, aki leszerelte a másikat, olyan szinten rossz, hogy minden esetben visszapattan az ellenfélhez a labda. Úgyhogy nem tudom, hogy ezeket a hibákat mikor fogják kijavítani, vagy hogy egyáltalán ki lesz-e javítva, de azt közölték velünk azok, akik már játszottak a bétával, hogy sem a 17 bétánál, sem a 18 bétánál nem volt negyed ennyi bug sem a játékban, mint idén. Tehát olyan irreális dolgok történnek tényleg a játékban, hogy például szöglet vagy szabadrúgás következik éppenséggel az ellenfélnél, és a saját kapusod kifut az ötösig gyakorlatilag, és semmit nem csinál, tehát egy helyben áll, és a szabad rúgást egy sima átemeléssel vagy tekeréssel be tudod rúgni. De ugyanez van például a beadásoknál, sokan kiakadtak, hogy 83-as játékos, azt képzeljétek el, megnyomod a beadást, és a játék úgy veszi, hogy nem beadás történt, hanem becsúszás és gyakorlatilag leviszed a szélen a labdát, megnyomod a beadást, és kirúgás lesz belőle, mert a játékosod becsúszik, és kirúgás. Tehát e ez számomra érthetetlen, hogy mi történik, de én sem a 17, sem a 18 b tényleg nem olvastam ennyi negatívat, mint ami történik, mert az Itanitól kezdve mindenki gyakorlatilag csak szidja a játékot a különböző Twitter posztokban, hogy egyszerűen annyi, de annyi hiba van a játékban, hogy ezt lehetetlenség kiavítani. Tehát ha már itt a bétában ennyi minden történik, ami miatt játszhatatlan a játék, akkor mi lesz a teljes verzióban? Tehát fél óránként fog kijönni valami update, vagy valami ilyesmi, mert tehát tényleg az a nonsens az egész, hogy megvárhatjuk a demót, de hogyha a demóban is ennyi hiba lesz, és ez most tényleg a saját véleményemet mondom el, azok alapján, amiket olvastam, hogyha tényleg ennyi hiba van a játékban, akkor ezt mikorra fogják kiavítani? Mert az rendben van, hogy ez csak egy béta verzió, de, de gyerekek azért a FIFA 18 béta, illetve a demo között annyira sok különbség nem volt. És a demo, illetve a teljes játék között sem. Tehát, hogyha ilyen lassú a játék, mert elpattam minden labda, akkor ez, ez így lett megcsinálva ez a játék. Legalábbis én ezt így gondolom, aztán persze Biztos, hogy lesznek változtatások, mert ti is tudjátok, hogy a FIFA-t folyamatosan pecselik, folyamatosan update de hogyha ennyi hiba van, hogy az ötösig mondjuk kijön a kapus, meg ilyenek, és így írták meg a játékot, akkor mennyi idő lesz, amire ezt meg fogják csinálni? Tehát most adták ki gyakorlatilag a bétát augusztus, mit tudom én, -én vagy vagy kilencedikén, és gyakorlatilag egy másfél hónap múlva már itt kell lenni a teljes játéknak. Másfél hónap nekik elég lesz ezeket a dolgokat kiavítani? Hát én nem tudom, én nem hiszek ebben, hogy ez ez működőképes dolog lesz. Arról nem is beszélve, hogy gyakorlatilag nincsen olyan ö, játékmód, vagy úgymond pozitív dolog a játékban, amit így, amit így meg lehetne említeni. És uh, én próbáltam mindent összeszedni, srácok. Tehát ami pozitív dolog, ami negatív dolog, mindent, és egyszerűen nem, nem találtam szinte pozitívat a játékról. Tehát olyan embert, aki, aki nem uh, 20 követős lenne, tehát mit tudom én, ki az utcára, azt megkérdezem, hogy mit gondolsz a FIFA 19-ről, azt azt mondja, gyerek, hát ez nagyon jó, ez nagyon jó. Tehát gyakorlatilag ilyenek vannak, de ezeknek a szavára nem nagyon lehet adni. Úgyhogy csak olyanok uh, véleményét olvastam akik mit tudom én, minimum ilyen 20-30 Ezer követővel rendelkeznek a Twitteren, és akkor még nem beszélve a YouTube, a Twitch követőkről, stb. Tehát én nem tudom srácok, én nem akarok itt nagy jóslásokba belemenni, vagy bármi ilyesmi, de hát ez, 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 szomorú, ez szomorú, mert, mert a trailer és egyéb dolgok alapján nem ilyennek indult ez a játék, meg nem gondoltam, hogy gyakorlatilag egy beta verzió után mindenki azt mondja, hogy irány a PES, meg ilyenek, ami egyébként szintén egy nagy büdös rakásszar, saját véleményem szerint, ez most tényleg az én véleményem volt, viszont azt mondják, hogy még a pesben sem található ennyi hiba, meg ennyi szar a játékban, mint ami idén a bétában megtalálható. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani. Én mindenkit megkérnék, hogy írjátok le a véleményeteket a komment szekcióba, illetve hogyha hasznosnak találtad ezt a videót. Hát, ami véleményem szerint nem volt valami túl hasznos, maximum hát most tényleg nem tudok mit mondani. Tehát le vagyok padlózva azon, mert egy 10 perc olvastam el ezeket a ö, tweeteket, de hát őrület, őrület. Én nem tudom, hogy ebből mi fog kisülni, de hogy esportjáték hogy lesz ebből idén majd, azt nem tudom. Na mindegy, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hogyha valami változás történik esetlegesen, és ö, Esetleg lesznek új információk a játékról, vagy bármi ilyesmi, vagy a demóról. Akkor mindenképpen jönni fogok egy újabb videóval. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek! Sziasztok, és várom tényleg kommentben a véleményeiteket!